Empire's hunting Jedi survivors. Now, they know who you are. A Star Wars Jedi Fallen Order 2019-ben ugrott ki a hipertérből a számítógépeink és konzoljaink képernyőire, aminek képében hosszú idő után végre ismét kaptunk egy vagány Star Wars kampányt, ami egy a kánonhoz illeszkedő történetet mesélt el, új karaktereket vonultatott fel, és olyan menő fénykardos és erőhasználó jeleneteket mutatott be, hogy attól még a legkritikusabb rajongóknak is beindult a nyál elválasztása. Mivel hamarosan megjelenik a játék folytatása, a Jedi Survivor, itt az ideje felidézni Cal Kestis első kalandját. Úgyhogy töltsetek egy pohár kék trutyit, és helyezzétek magad kényelembe a hipertérugráshoz, mert most összefoglaljuk nektek a Fallen Order történetét. A Jedi Fallen Order a klónháború után 5 évvel játszódik, tehát a cselekménye a harmadik és a negyedik mozifilm közé esik, ami egy meglehetősen sötét korszak volt a Jedik számára. A Jedi rend romba dőlt, miután Palpatine kiadta a hírhet 66-os parancsot, vagyis utasítására a Galaktikus Birodalom levadászta és lemészárolta az árlónak kikiáltott Jediket. A túlélőknek nem maradt más választásuk, mint elbújni a galaxis különféle szegleteiben. A Fallen Order is egy ilyen rejtőzködő figurát mutat be, Cal Kestist, az egykori Padawant, aki barátja Práf oldalán klónháborús hajók roncsainak szétszedésével keresi a kenyerét a Brakka bolygón. Mivel a planéta a birodalom felügyelete alatt áll, Cal még a legjobb barátja előtt is titokban tartja, hogy képes használni az erőt. Mikor azonban Práf egy munkahelyi baleset során a mélységbe zuhan, Cal mégis kénytelen megvillantani előtte a tudását. Sajnos egy droid is kiszúrja Cal mutatványát, ezzel pedig magára vonja a birodalom figyelmét. Két inkvizitort küldenek Cal elfogására, a második nővért és a kilencedik nővért. Az inkvizitorok erőérzékeny ügynökök, akiket Darth Vader maga képzett ki arra, hogy felkutassák és levadásszák a galaxisban bujkáló Jediket. Őket először a Lázadók animációs sorozatban mutatták be. Práf azt hazudja az őket előállító inkvizitoroknak, hogy ő az a Jedi, akit keresnek. It's time someone came forward. Minek következtében a második nővér egyből keresztül döfi a fénykardjával. No! Cal erre előrántja a saját fénykardját, amivel lebuktatja magát a birodalom előtt. A srác megpróbál elmenekülni, de kénytelen megállni egy rövid párbajra a második nővérrel, mielőtt még megmenteni egy váratlanul beállító űrhajó legénysége. A Stinger Mantis fedélzetén találkozik Seer Jundával, az egykori Jedivel, aki ismerte Cal mesterét, Jarro Tapal, és Grease Drytusszal, a Mantis kapitányával. You too. Anybody else? Oh. We're not good enough for you? Ők hárman a Bogánóra utaznak, ami még rejtve maradt a birodalom elől, és ahol egy ősi kamra található, abban pedig állítólag egy erekje, melynek segítségével helyre lehet állítani a Jedi rendet. A planéta felfedezése közben Cal összebarátkozik a bájos és nyilvánvalóan nem merchandise-nak szánt kis droiddal, BD-1-nal. Walt. Yeah, that's where I was headed too. Aki segít neki eljutni a kamrába. Odabent BD-1 levetít egy titkosított üzenetet Ino Cordova Jedi mestertől, aki a kamrában meditálva már előre látta a Jedi rend bukását. Volt egy holokronja is, ami az összes ismert erőérzékeny gyermek nevét és tartózkodási helyét tartalmazta, ezzel remélte fenntartani a Jedi rendjét. Ám ahhoz, hogy ezt a tárgyat valaki megszerezze, előbb ki kell állnia egy sor próbát, melyek közül az első a kamrába való bejutás volt. I can only trust this hologram to someone who has followed my path and understands. A küldetés első részét tehát teljesítve, a következő teszt pedig Zephóra szólítja Calt, a kamrát felépítő ősi faj szülőbolygójára, ahol hősünknek fel kell kutatni a három Zephó bölcs sírját. Ám miközben Elrom kriptáját keresi, Calt birodalmi alakulatokba ütközik. A sírba bejutva kiderül, hogy Cordovának volt egy Wookie barátja, Tarful, aki Calt segítségére lehet. Úgyhogy a sírfosztogatást megszakítva átugrik a Kashyykra. Útközben Seer elmondja, hogy Cordova az ő mestere volt, és hogy neki magának is volt egy padawanja, Trilla, akit vele együtt elfogtak a Jedi ritkító hadjárat során. When the purge started and our clone troops turned against us, my Padawan and I took several younglings and we went into hiding. We didn't last long. Habár megkínozták és kivallatták, hogy kiszedjék belőle Cordova tartózkodási helyét, Seer kitartott. Idővel sikerült megszöknie, ám sajnos Trilla a tanítványa nem jutott ki. Közben a csapat megérkezik a Kashyykra, ami épp a birodalom támadása alatt áll. Cal és BD-1 keresztül harcolják magukat a rohamosztagosokon, és felfedeznek egy erősen védett finomítót, ahol a birodalom Wookiee tucatjait börtönözte be. Cal Wookiee szabadító akciója elvezeti őt Saw Gerrerához, a klónháború korának híres ellenállójához, aki a Zsivány 1-esben kapott fontos szerepet. Saw megkéri Calt, hogy csatlakozzon hozzájuk a birodalom elleni harcban és az elnyomottak felszabadításában, de a Jedi udvariasan visszautasítja az ajánlatot. Elvégre a Wookiee hajkurászás mellett nem érő rá ilyesmire. Sajnos Tarfulnak nyomát sem találja, de Gerrer a bandája megígéri, hogy segítenek neki felhajtani a Wookiee vezért. Choisek says he'll do whatever he can to find Tarful and vouch for you. Do you think he's still alive? Have faith, Cal. We'll be in touch with your ship for the cause.
Mivel ez a nyom átmenetileg kihűlt, a csapat visszatér a Zephóra, miután megtudják, hogy a birodalom már majdnem feltárta a következő bölcsnek a kriptáját. Mikor sikerül eljutni a Mictrul sírjához, Cal megint összefut a második nővérrel, aki egy rövid csetepatét követően elárulja, hogy ő igazából nem más, mint Trilla, Szír egykori padavánja. She betrayed me. Trilla elárulja, hogy Szír feláldozta őt a birodalomnak a saját életéért cserébe, és figyelmezteti Kált, hogy rá is ez a sors vár, ha tovább keresi a holokront a nő társaságában. Miután elválik kettejük útja, Bidivan elővarázsol egy újabb szerencsésen időzített üzenetet, melyben Cordova elmondja, hogy meg kell szerezni a Zepho Astriumot, vagyis egy speciális követ, ha látni akarjuk a Bogánon található kamra rejtett üzenetét. Mikor próbálja elhagyni a bolygót, egy rejtélyes bűnszindikátus, a Hexion Brood rajta üt Kálon, és elfogják. Hello, buddy. Where are you? Cal meglép a cellájából és kiszabadítja Bidivant, de végül kénytelen részt venni egy gladiátor küzdelemben, amit a szindikátus vezetője Sork Tormo szervezett. We have a special challenger for you tonight. An enforcer from a bygone era. Mielőtt még túlságosan is bevadulna a buli, Szír és Grizz beállítanak Calért és Bidivanért, hogy folytathassák küldetésüket. Nem sokkal később üzenetet küld nekik az ellenállások Kashyykról, mely szerint megtalálták Tarfult, a bolygót viszont sikerült visszafoglalnia a birodalomnak. Cal átvágja magát a Kashyyk erdején, és végre találkozik Tarfullal, aki elmondja, hogy az Astrium megtalálásához az eredet fa tetején talál segítséget. A fa tetején egy újabb üzenet vár rá Cordovától, aki elmondja, hogy az Astrium egy Zepho sírban van a Datomiron. De mielőtt még Cal tovább indulhatna, megérkezik a 9. nővér, hogy véget vessen a kirándulásának. Néhány fénykal csapással később Cal győzedelmesen távozik, és végre megindul a Datomir felé. You can't stop the Empire! I can stop you. Miközben Kuzset sírját keresi, Cal összefut Merin éj nővérrel, annak a varázshasználó szövetségnek a tagjával, melyről azt hittük, hogy felszámolták a 6 évvel ezelőtti Datomiri csata során a klónháborúk idején. Mivel az éj nővér szívből gyűlöli a Jediket, Cal nyakára küld egy rakás éj testvért, ő maga pedig meglép. Hősünk tovább keresgél, közben pedig találkozik egy rejtélyes köpenyes alakkal, aki azonnal kiszúrja, hogy Cal személyében egy Jedivel van dolga. Who are you? No one to fear. Just a traveler. A férfi elmondja, hogy az éjnővért és harcosait elcsábította egy sötét erő a közeli Zephórumok mélyén, és figyelmeztetik Kált, hogy ne menjen be oda, ha nem akar hasonló sorsra jutni. Ez viszont Kált egyáltalán nem hagyja meg, a romok mélyén pedig megtalálja Kuzset sírját. Odabenn Kált egy sötét jelenlétet érzékel, és újból átéri fiatal padaván korának egy borzalmas emlékét, a pillanatot, amikor érvénybe lépett a 66-os parancs, a haldokló Jaro Patel pedig átadja neki a fénykardját. A jelenbe visszatérő Cal kénytelen szembenézni mestere szellemével, akit párbajuk végén dühösen leszúr. A Cal fénykardjában lévő kiberkristály pedig széttörik, emberünk így működőképes fegyver nélkül marad. A kriptából kikecmergő Kálnak a köpenyes fazon felfedi a kilétét. Ő nem más, mint az egykori Jedi, Taron Malikos. A 66-os parancsot követően Malikos a Datomiron húzta meg magát, idővel pedig keblére ölelte a sötét oldalt. They will consume us if we do not stand. Cal nem sikerül meggyőznie, Merin pedig mindkettőjükre rátámad, miután árulónak kiáltja ki a Jedivel barátkozó Malikost. A káosz közepette Calnak sikerül visszajutnia a Mantis fedélzetére, ahol elmondja Szírnek, mi történt a templomban. Megmutatja neki törött fénykardját és elárulja, milyen bűntudat gyötri, amiért nem sikerült a tisztogatás során megmentenie mesterét. Szír megnyugtatja és arra bíztatja, hogy utazzon el a Szent Ilum bolygójára, hogy egy új kiberkristály segítségével új fénykardot készíthessen. Cal Ilum egyik barlangjának a mélyén talál egy kristályt és újabb üzenetet kap Cordovától, minek hatására ismét elkötelezi magát a küldetése mellett. Illetve megtudja, hogy Cordova tisztára törölte Bidivan memóriáját, hogy elrejthesse a Bogánó kamra titkait. Cal sikeresen elkészíti új fénykardját és visszatér a hajóra. Új fegyverével a kezében Cal és a banda visszatér a Datomirra, Kuzset sírjába, ahol Cal és Merin megbeszélik a nézeteltéréseiket. I'll be watching. Let's get out of here. Ezt nem is lehetett volna jobban időzíteni, mert a bolygó felfedezése közben Malikos megint megpróbálja rávenni Calt, hogy álljon át a sötét oldalra. Cal ezt visszautasítja, a két férfi egymásnak esik, Merin viszont segít nem csak a bukott Jedi legyőzésében, hanem az Astrium megtalálásában is. Merin még abba is belemegy, hogy csatlakozik Cal bandájához, amiben nagy nehezen Szír is beleegyezik a Mantis fedélzetén. Az Astrium birtokában a csapat visszatér a Bogánóra, amit viszont időközben megszálltak a birodalom alakulatai. Cal eljut a holokronhoz, de Trilla már ott vár rá. Bad
feeling I'd see you here. Oh? How uncharacteristically prescient of you. Kál ezúttal viszont egy vízióban testközelből tapasztalja meg a nő utolsó napjait padawanként, és azt a pillanatot, mikor inkvizitorrá vált a még mindig fogságban lévő Szír szeme láttára. Trilla a helyzetet kihasználva meglép a holokronnal, az éppen az ő múltját átélő Kál elől. Careful with that thing. It's been through hell. Kál a hajón elmeséli Szírnek, hogy mi mindenem ment keresztül Trilla. A nő végre felelősséget vele a történtekért, ismét Jedi mesterré válik, Kált Jedi lovaggá avatja, majd megindulnak az inkvizitori erődhöz, hogy megállítsák Trillát. Kál keresztül vágja magát a létesítményen, míg nem megtalálja Trillát a vallatókamrában, ahol évekkel korábban a birodalom Szírt kínoszta. A két fénykart forgató ismét összecsap, Kál győzedelmeskedik, visszaszerzi a holokront, Szír pedig bocsánatot kér egykori tanítványától. I am so very sorry. Végre úgy tűnik, hogy a dolgok helyrejöttek, ám ekkor csak betoppan maga Darth Vader, akitől mindenkiben megfagy a s***. Vader kivégzi Trillát, Szírt pedig lehajítja a mélységbe. You would be wise to surrender. Vader hiába a tökéletesen logikus tanácsot, Kál mégis ráveti magát a Sith sötét urára, hogy bosszút álljon újdönsült mesteréért. Vader viszont instant a padlóra küldi, és szétbontja a szobát az ifjú Jedi körül, aki ezt látva mégis inkább menekülőre fogja a dolgot. Egy kicsivel arrébb megint egymásnak esnek, de ezúttal a visszatérő Szír is beszáll a buliba, aki az egyik lábujjhegyével egy pillanatra átlép a sötét oldalra, hogy összepréselje Vadert. Miközben körülöttük összeomlik a létesítmény, a Jedik elmenekülnek, a vízből pedig kimenti őket Merrin. Most, hogy végre megszerezte a holokront, Kál hozzáfér az adatbázishoz, melyből ki lehet olvasni az erőérzékeny gyermekek tartózkodási helyét tartalmazó listát. The next generation of Jedi. Tudván, hogy a birodalom levadászna minden gyermeket, ha tudnák, hol vannak, Kál úgy dönt, hogy megsemmisíti a holokront, a gyerekek sorsát pedig az erőre bízza. Kál végül ezzel a kérdéssel zárja le küldetésüket. So where to now? Nos, erre most még mi sem tudjuk a pontos választ, de hamarosan kiderül a Fallen Order történetét folytató Jedi Survivorből, amely 5 évvel később veszi fel a történet fonalát. Ti mit vártok a második résztől? Írjátok meg kommentben. Legközelebb újra találkozunk. Sziasztok!